Sziasztok! Sziasztok! Itt ül mellettem Gáspár. Miért cseréltünk helyet? Na, nem tudom. Mindegy. A változatosság gyönyörködtet. Mi meg pláne. Ez pedig itt az IGN Startnak a legújabb adása, melyben átvesszük a hét legfontosabb filmes, játékos és sorozatos újdonságait. Lesz megint trivia show, lesz. És megválaszoljuk a hét kérdéseit is. Úgyhogy... adjunk neki! Hú, hát nagyon szokatlan volt. Nem volt jó érzés, diszkomfortos volt, úgyhogy visszajöttünk szépen a helyünkre. Na, de hagyjuk ezt a témát, beszélgessünk inkább a hét filmes újdonságairól. Egyetlen igazán fontos film jön a mozikba, méghozzá az Éhezők viadalának az előzmény filmje, ami az Énekes madarak és kígyó baladája címre hallgat. A film 64 évvel az Éhezők viadalát játszódik, méghozzá a 10. viadal környékén. A fiatal Coriolanus Snow-ra összpontosít, aki ugye Snow háznak a leszármazottja, amely eléggé megzakkant egy háborúnak köszönhetően, ezért Snow-ra hárul a feladat, hogy egy kicsit felpimpelje a hírnevét, és ő lesz a 10. viadal egyik indulójának a mentora. És hát ugye az induló, ez egy elég határozott nőszemély, őt játsza majd tűzről a filmben. Pattant. Tűzről pattant nőszemély, ő játsza a filmben, majd Rachel Ziegler, és hát egy ilyen szövetség, meg valamivel több is kibontakozik közöttük, miközben mind a ketten próbálnak kapitálni ebből a lehetőségből, illetve ebből a dologból. Igen, és ráadásul az első kritikák igencsak pozitívak voltak. Én ugyan könyvet nem olvastam, csak az Éhezők viadala trilógiát, de hogy általában a könyv sem rossz, úgyhogy reméljük, ezt is Susan Collins írta, úgyhogy azért valószínűleg ő azért érti a világát ennek a történetnek, és állítólag a könyv is jó lett, meg a film is jó hosszú lesz egyébként, több mint 2,5 órás lesz a film. És mondjam, nem is tűnik feleslegesnek, mert ugye a Snow elnök figurája, ez egy tök jó karakter volt a trilógiába is, és úgy adta magát, hogy tehát nem egy hát ilyen... ugye egy pozitív figuraként indul, és akkor gondolom, hogy megtudjuk, hogy hol lett ő belőle ilyenekkor. Valahogy sejtem, de majd meglátjuk, hogy igazam lesz. Mi mindenképpen meg fogjuk nézni ezt a filmet, nektek is javasolni tudjuk. Streamre egyébként nem érkezik említésre való film, viszont annál több sorozat premierre számíthatunk a héten. A feleségem például írtóra várja a Julia második évadát, ez ugye Julia Childs-ra. Nem ismered Julia Childs? Nem tudom, hogy utánozni a hangját. Julia Childs-ra híres angol szakásnőre, tévés szakásnőre összpontosít, aki meghonosította a francia kulináris élvezeteket az angol étkezési mindennapokban. Igen, nem ártott, hogy feldobják, mert szegények mindig csak kolbászt tettek, tojás rendettem. Nem olyan rossz ez egyébként. Én amikor kim voltam Angliában, hallott tényleg minden reggeli ízéből, kis kolbászkákból, meg omletből állt, nem omletből, mert az már a Julia Childs-nak a hozadéka, nem tudom, hogy mondjuk tojásból. Budjant. Na és ugye Julia Childs-nak így az 50-es években nem csak azzal kellett megküzdenie, hogy egy idegen ország, egy kvázi ellenséges országnak a kulináris szokásait behozza Angliába, hanem az előítéletekkel is, amint egy női szakáccsal szemben támasztottak, akinek ráadásul saját tévéműsora volt. Egyébként ez egy könnyed sorozat, nagyon jó volt az első rész, úgyhogy mindenképpen nézni fogjuk a másodikat is. Végéhez közeledik a Korona című sorozat, most jön a 6. évadnak az első etapja, a második majd valamikor december közepén debütál a Netflixen. Ez 1997 és 2005 között játszódik. Ugye egyrészt ugye Diana hercegnő és Mohamed Al-Fayed kapcsolatára is fókuszál, valamint Diana halálára, és hogy ez milyen hatással volt Erzsébet királynőre, valamint Tony Blair elnökségét is megismerjük, ami szintén nagy hatással volt a királyi családra. Hát akkor egy drámai évadra számíthatunk. Igen, Imelda Staunton játsza majd benne Erzsébet királynőt, és Elizabeth Debicki Diana hercegnő bőrébe bújik majd. Jó és kiköpettúrás. Igen, csak jóval magasabb meg. Igen, magas az a színésznő. Viszont amit nagyon-nagyon várunk, ezeket is várjuk természetesen, de amit nagyon-nagyon várjuk, az szerintem a Monarka Hőr szörnyek hagyatéka lesz. Kaijuk. Érted? Nem csak a kaijuk miatt, hanem az, hogy néznek ki ezek a kaijuk egy tévésorozatban. Nagyon durva egyébként, igen. Meglepő. Én kíváncsi vagyok, hogy a trailerek után, ha tényleg így néz ki ez a sorozat, akkor... Jó, egyébként azt olvastam róla, hogy viszonylag keveset szerepelnek majd a kaijuk a történetben. Ez végül is érthető, mert egy sorozatot telerakni ilyen szörnymunyókkal, az igen méregdrága lenne. Egyet inkább ők majd ott a háttérben motoszkálnak, meg néha befigyelnek, hogy hello, itt vagyok én is. Mondom, nem így, de valami hasonló szinten.
Maga a sztori az a Monarchra összpontosít, arra, hogy próbálták évtizedeken keresztül eltitkolni a szörnyek, illetve a titánoknak a létezését. Három generációnak a történetét követjük nyomon. Középpontban a Kurt Russell által játszott katonatisztel, akinek terhelő bizonyítékai vannak a Monarchra nézve, és még az ő fiatalkori változatát is megismerjük majd, amit a saját fia Wyatt Russell játszik majd a sorozatban. Végül, de nem utolsó sorban a Netflixre érkezik a Scott Pilgrim Rákapcsolt című animációs sorozat. Ez ugye Brian O'Malley-nek a képregénye alapján készült, eredetű figurákkal. Amikor Netflix megkereste, akkor miért néz így rám? Rémült fejjel nézett Gáspár, tényleg eredetű figurákkal. Csak szólt a telefonon. Ja, jó, oké. Ennyire sokkoló. Ugye az Ádám hívott. Eredetű figurák vannak, de az Ádám hív, az ennyire sokkoló. Úristen. Csak a felvétel között. Na mindegy. Szóval eredetű figurák lesznek benne, és amikor először megkereste a Netflix, hogy mi szívesen csinálnánk egy sorozatot a képregényedből, akkor kerekperec azt mondta, hogy nem, szó sem lehet róla. De aztán csak meggyőzték, és végül is még egy nullát hozzáírtak a csekk. Nem feltétlenül nem. Ez lehet a háttérben, hanem egy elég jó animációs stúdió, a Science Saru csinálja az animációkat hozzá, illetve magát a rajzfilmsorozatot ez a stúdió csinálta, akik például Adventure Time-on, meg Star Wars víziókon, látomásokon is dolgoztak, úgyhogy egy elég jó háttérrel rendelkező stúdióról van szó. Másrészt meg a filmet rendező Edgar Wright is benne van a produkcióban, na, aki küldött egy e-mailt a Scott Pilgrim levelező, egy körlevel vizére, mire, hogy hiszottak, igen, levlistára, és mindenki azonnal visszaért, hogy benne vagyok. Úgyhogy az eredeti hangok fogják majd megszólaltatni a figurákat, köztük Chris Evans-szal, Aubrey Plaza-val, meg persze Michael Cera-val. Az menőség mondjuk. Ja, és egyébként tök jó. Én is akarok egy körlevel listát. Ami... van saját körlevélistánk, csak mi nem csinálunk animációs sorozatokat. De az a sajta Chris Evans. Mit kérdezik Chris Evans-tól? Nem tudom. Hol a pajzsa? Hol a pajzs, Chris? Na, ennyit a filmekről, illetve a sorozatokról, lássuk inkább, hogy mivel játszunk a héten. Sok mindennel. Mert továbbra sincs vége a videójátékos őrületnek, tehát rengeteg megjelenés lesz. Igaz, ezek már nem az igazán nagyon nagy címek, de azért van köztük egy csomó figyelemre méltó. Például a kokáért a Hogwarts Legacy végre megérkezik Nintendo Switch-re is. A képek alapján egyébként nem néz ki annyira igen, rosszul. Igen, hát reméljük nem a Mortal Kombat egy sorsára jut, hanem egy kicsit dolgoztak rajta a fejlesztők. Ugye azért késett ennyit, mert azt mondták, hogy egy kicsit azért ezt még pofozni kell, amíg a Switch is elfut. Mondjuk egy kollégánk azt mondta, hogy a fű úgy néz ki, mint a PS1-es lenne. Hát ilyen van, de majd meglátjuk, reméljük azért ezen eleget dolgoztak ahhoz, hogy jól fessen. Tényleg. Aztán érkezik az Ark Survival Evolved-nek az Unreal Engine 5-ös remake-je, vagy hát arra átültették, és ugye megkapta az összes kiegészítőt is hozzá, ami a játékhoz megjelent, és Ark Survival Ascend címen érkezik majd. Egyelőre még csak Xbox konzolokra, sajnos a PS5-ös megjelenést azt elcsúsztatták, azt mondták, hogy hát majd valamikor, amikor már ott tartanak, hogy látják, hogy mi ez a majd bejelentenek hozzá egy megjelenési dátumot. Szóval az Xbox-osok örülhetnek, reméljük ez is jól fut ez a játék, mert azért a PC-s verzióval voltak problémák bizony. Aztán ami még sokakat érdekelhet, az az Assassin's Creed Nexus VR, ami fura gondolat először, hogy VR-ban Assassin's Creed-ezünk, meg hát ugye MetaQuest is kell hozzá. Bármivel játszunk VR-ban, az egy fura gondolat. De szerintem. Ha megnézitek az előzeteseket, ami a gameplayt is megmutatja, tök jónak tűnik. Még benne van az is, amikor leugrunk a magas toronyból a szénakazalba. Hát szobában is ugrik egy fejest. És hát nem kevesebb, mint három Assassin bőrébe bújhatunk. Ugye Ezio, a klasszikus hősöknek, a Connornak, az Eziónak és a Cassandrának a bőrébe bújhatunk. Ugye mindegyiknek kicsit más-más képességei vannak. Eziónak tökélyen dobótőrei, Cassandra nyilaz, Connor meg ugye a kis Tomahawk baltájával csapkod szét mindenkit. És egész jónak tűnik, nyilván kell hozzá egy VR headset, a MetaQuest valamelyik verziója, úgyhogy valószínűleg itthon azért nem lesz olyan nagy piaca ennek, de érdekességnek mindenképpen. Hogy csinálják meg azt, amikor beleugrasz a szénakazalba? Tehát akkor hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy ugorjál a szénakazalba? Nem tudom, gondolom, valami gombavél ugrasz, és akkor... De nem kell hozzá mozdulatsor? Csak ide kell nézned? Vagy hát nem hiszem, hogy fejest kell ugrani a szobába. Remélem. Na, de egyébként tényleg egész jól néz ki, és a grafikája, és azt mondom, hogy le a kalappal, ha tényleg ilyen a játék.
Érkezik még egy klasszikusnak a felújítása, a Turok 3-nak a remaster verziója, ugye ez 4K-ba, 120 FPS-sel tolhatjuk a 2000-es játékot, ami még a Nintendo 64-re jelent meg. Az igazság, hogy tök jól néz ki, a Turok az meg Turok, úgyhogy... És dinoszauruszok leszik ebben is? Nagyon na, ne. Na ne. Úgyhogy ez is érkezik. Emellett pedig megkapjuk a Teardown-nak a konzolos verzióit, ami egy nagyon furi játék, olyan, mint egy tök jól kinéző Minecraft, tehát ilyen kis kockákból ilyen épül fel minden, viszont valós benne a fizika, és elképesztő örül dolgokat lehet csinálni, van sandbox mód, de van rendes story módja is, meg persze egy csomó olyan, mint a userek csináltak ilyen contenteket hozzá, és nagyon örült cuccnak tűnik, nézzetek rá, mert nehéz elmondani, de a trailer alapján szerintem, ha bejön nektek az ilyesmi, akkor erre feltétlenül ugorjatok rá. Jó, de mit kell benne csinálni? Mindent. Mindent? Van egy kampány része is, de a sandbox részben lényegében bármivel kísérletez lesz. Démonok vannak benne? Még ha építesz lehet. Benne, akkor építhetsz egy démont is, biztos. Okay. Fölrobbanthatsz benne mindent. Láttam a trailerben egy ilyen hatalmas valami autóval ott szétcsap egy fát, meg, tehát nagyon jól lesz. Nézzétek meg a trailert, ilyen mondva nem olyan jó, de a trailer az egész meggyőző. Ha egy kicsit szofisztikáltabb szórakozásra vágynátok, akkor érkezik a Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin epizódja, ami egy valós idejű stratégia. Igazából van egy nagyon hosszú kampány, amiben ráadásul ilyen véletlenszerűen generált térképek és random harcok is vannak, úgyhogy a változatosságra nem lesz panasz, reméljük a minőségre sem ez ügyben, mert egyébként tök jól néz ki a játék, de van benne 1v1 vagy 2v2 multiplayer is, úgyhogy összemérhetitek másokkal is az erőtöket, természetesen egy háború által dúlt vidéken kell majd 4 frakció közül választani és győzelemre vinni a miénket. Mindezt a Warhammer világába, szóval mi lehet benne rossz? Mondjam, azt mondtam, hogy for the horde, de rájöttem, hogy ez egy másik tudsz. Szép vagy, nem mondtam. Jön az a játék, amiben a csajnak puskák vannak a lábán. Nem, az a baj, nem. Iha. Ez most erős. Tényleg azt hittem, hogy ez az, mi a franc, akkor ez a persona, ez is valami RPG, igen. Ja, jó, oké. Okay. Végre hagytunk némi keleti esélyt, ugyanis érkezik a Persona 5 taktika, amiben a Phantom tolvajok egy kicsit tőlük szokatlan műfajban, egy taktikai szerepjátékban próbálják ki magukat. Természetesen most megint lesz egy metaverzum, ahova be fognak jutni ők, és ezt úgy hívják, hogy The Kingdoms, és mindenféle világok találhatók benne. Lesz például, ami az 1800-es évek Japánjára hasonlít, lesz olyan, ami a francia forradalomra, és hát valószínűleg megint egy monstrum hosszú játékra számíthatunk. Körökre osztott izék, harcok lesznek benne? Ilyen végéről van szó. De hát ugye a Persona 5 óriási siker volt, na nem itthon, hanem a világ más részein, és hát egy nagyon jó játék egyébként, szóval tegyetek vele egy próbát, hogyha az ilyen keleti cuccokat bírjátok, vagy éppen várjátok meg a Super Mario RPG-nek a remake-ét, ugyanis az is érkezik ezen a héten az 1996-os játéknak, amit még egyébként fura módon a Square Enixnek az elődje fejlesztett, mert ugye a Final Fantasy-vel házasították össze a Máriót, és vannak benne kis platform elemek, ugrálni is lehet, a szokásos Mario világban járunk, ugyanakkor vannak benne szerepjátékos elemek is, meg körökre osztott csaták, és hát a feldolgozott változat az nagyon cuki néz ki, úgyhogy ha bírjátok az ilyesmit, akkor ez a ti játékotok lesz. Hát van az az 50 ember, aki bírja az ilyesmit, szerintem majd az majd lecsaphat rá. Na de ennyit a játékokról, nézzük a hét triviáját. Igen, Gáspárnak igaza volt, nézzük a trivia show-t. Nagyon röviden szabályok. Ha egy filmnek, sorozatnak, játéknak, alkotónak, színésznek van valamilyen aktualitás, akkor mind a ketten hozunk 3-3 triviát vele kapcsolatban, amiben az egyik hamis, és a másiknak ki kell találni, hogy melyik volt az. És hogyha eltalálja, akkor én eszek valami csípőset, hogyha nem találja, akkor Gáspár eszik valami csípőset, és utána megfordul a kör. Úgyhogy lássuk is. Képzeljétek el, Adam Driver november 19-én betölti a 40. születésnapját, úgyhogy gondoltam vele kapcsolatban hozok. Fiatal. Nem, már mindenki öreg, már a 40 éves, érted? Már az Adam Driver, a kicsi Adam Driver, mondjuk soha nem volt kicsi, mindig is ilyen nagy langoléta volt. Már ő is 40 éves, úgyhogy vele kapcsolatban hoztam 3 érdekességet, amiből az egyik hamis. Első pont. Annyira bejött neki David Fincher 1999-es filmje, a Harcosok klubja, hogy fiatal korában egy saját harcosok klubját indított. Összeállt a helyi srácokkal, belopoztak esténként a műfázba, aztán utána
Elverték egymást? Nem mondom, hogy nekem nem fordult meg a fejembe ilyesmi, de... Csak a harcosok klubja alapítás nélkül akartott szétvenni a fejembe. Jó, oké. Második pont. 9-11 után beállt a haditengerészek közé, mert a mostoha apja szerint itt majd egy kis fegyelmet nevelnek bele. Az itt tanult a később a szerepvállalásainál is segítették, hogy teljesen oda tegye magát egy-egy karakter kedvéért. Oké, el tudom képzelni. Harmadik pont, ugye... Nagyon determinált színészről van szó, és annak köszönhető az is, hogy minden filmjét többször is újra néz, még azokat is, amiket megbánt, hogy elvállalt, hogy ezekből is tanuljon. Húha, hát meg vagyok lőve egy kicsit. A harcosok klubja az annyira vad, hogy annak igaznak kellene lennie. Vagy, már rájöttem, hogy mivel annyira vad dolgokra mindig azt mondjuk, hogy ennek igaznak kell lennie, akkor az tuti, hogy nem igaz. Igen. Hogy katona volt ez... És nem tudom, de mivel ilyen nagyon fegyelmezett csávó... Haditengerész, nem katona, nem mindegy. El tudom képzelni igazából, ilyen nagyon fegyelmezett csávónak tűnik. Ahogy azt is, hogy újra nézi a filmjeit, úgyhogy most csak így tippelni tudok. És akkor a te logikádat követve, akkor a harcosok klubja ez menő. Jó, akkor legyen az, hogy a harcosok klubja a hamis. Sajnos nem találtad el, tényleg csinált harcosok klubját. Egy nagy csibész volt ez a csávó. Elég fegyelmezetlen volt, ezért is küldték a haditengerészet. Nem nézi újra a filmjeit? Nem nézi újra a filmjeit, nem bírja elviselni. Egyszer utoljára talán pont az Ébredő erőre ült be, és annyira szenvedett, hogy kénytelen volt ott hagyni a premiért. Nem bírja elviselni a saját látványán. És képzeld el. Na, úgyhogy szomorú. Egy-egy kis cukorkát, hát annak a látványa jobb lesz. Melyik volt a csípős, mindig elfelejtem, ami igazán csípett. Lehet, hogy pont ez. Olyan kettő. Ne, ez az adja az élvezeteknek. Aztán majd meglátjuk. Jó. Amíg a Gáspár itt szenved a cukorkákkal, addig át is adom neki a gépet, hogy majd ő is feltegye a kis kérdéseit. Menni fog cukorka evés közben is? Nem tudom, de azt nem szoktuk kivágni. Ahogy szenvedünk, az a legjobb rész. Vagy amikor eltadjuk a gépet, az nem, de jó lesz így is. Menni fog azért? Egyre magasabb hangon, de lássuk, halljuk. Ja. Azt hiszem, most hazai terepre tévedünk, ugyanis a Half-Life november 19-én 25 éves lesz. Jézus, most jelent meg az a játék. Én emlékszem, még főiskolán toltuk, és úgy érkezett meg az a játék, hogy semmit nem tudtunk róla. Elindítottuk, és akkor mászkálni kell ezzel a fickóval itt egy helyen. Mi ebben a jó? Semmit nem tudok csinálni, csak nézem itt az embereket. Aztán amikor elindult a kísérlet, na, akkor egy egész világ megnyílt. A szószoros és átvitt értelmében gyerek. Na, de vajon tudsz-e minden ezzel kapcsolatban? Semmit nem ugyanis. De meglátjuk. Hoztam három érdekességet, nézzük rögtön az elsőt. A Half-Life volt az első játék, ami CD kulcsmásolás védelmi rendszerrel láttak el. Oké, okay, következő fogalmas is, mi a CD kulcsmásolás? Hát, csak így látom magamat, hogy próbálják másolni a kulcs. Ilyen valami ilyesmi. Yeah. A második, hogy Gordon Freeman, ugye egy néma főhős, ugye egyetlen szót sem szól a játékba, kivéve egy easter egget, méghozzá a Battle at City 17 egyik csatájában van egy nagy robbanás, és ott ki lehet venni, hogy azt mondja Freeman, hogy damn, és ezt az egy szót a játék rendezője Randy Pitchford mondta föl. Aha, jó, nézzük a hármas. A Half-Life 13 éven keresztül egészen 2011-ig a legtöbb példányszámban eladott FPS-nek számított, még a Call of Duty-k sem tudták behozni. No, hát szerintem egy CD kulcsmásolás az igaz lesz, bármit is jelentsen az. Gondolom, nem lehetett feltörni, vagy úgymond hasonló dolgok. Meg a mivel Half-Life-ról van szó, óriási. Gondolom ti is eredeti CD-t. Persze, mint annó. Gazdag főiskolásként mindent megvettünk. Jó volt ez a másolás. Igen. Mint ahogy az is igaz volt szerintem, hogy nem tudom, 13 éven keresztül az egyik legsikeresebb FPS volt, szerintem nem szólal meg Gordon Freeman a játékban. Egy easter egg erejéig sem? Én nem. Annyit sem mondta, hogy damn. Pedig van benne egyébként damn. Van egy része, van egy... Na jó, kell mondja a megoldást. Eltaláltad. Jó, van. Akkor Gáspár, egyél egy kis cukorkát, hát a második körben jobban csíp majd. Pedig annyira hihető. De, ugyan már.
Engem az lepett meg egyébként, hogy egészen 2011-ig a legtöbb példányszámban fogyó FPS volt, és csak a Call of Duty Modern Warfare 3 múlta fölül, ami azért nem kis teljesítmény, valljuk be. Igen, ez egy brutális, mert ugye kijött közben a második rész is 2005-ben, vagy 2004-ben valahogy. Hát, hogy PC-n volt elérhető, és ugye Call of Duty-k már. Jó, de Half-Life az annyi szempontból formabontó volt, ha csak azt említjük, hogy voltak benne ilyen cinematic jelenetek, tehát nem csak arról szólt az egész játék, hogy mentést lőttél, hanem láttál ilyen dolgokat, amikben nem tudtál belefolyni például. Sokkal filmszerűbb volt, meg hogy a zene se egy folytába szól, csak bizonyos jeleneteknél, meg mennyire jó volt a mesterséges intelligencia, akkori szemmel természetesen, meg hát maga a játékmenet, meg a sztoria az egésznek, ahogy így, hogy így elindult, tényleg így játszottál, de se tudtad, hogy mi van, aztán utána hú, megjöttek az emberek, megmentenek minket, a francokat, és így tovább, úgyhogy tökéletes az a játék, úgy, ahogy van. Csak kéne egy harmadik rész! Half-Life 3, please, please, kagyörgöd! Jöhet a Half-Life 3. Meg a hét kérdései. Kezdjük is mindjárt a kedvenc rovatunkkal. Gyors kérdések, gyors válaszok. Próbálunk gyorsnak lenni, tényleg. Sziasztok, szerintetek mekkora eséllyel tud egy magyar rendező a nagy Hollywoodiak közé felkerülni? Kit láttuk erre esélyesnek a mai felhozatalból? Hát először is baromi mákosnak kell lenni hozzá szerintem. Aztán iszonyú álhatatosnak kell lenni, folyamatosan bobbázni kell a külföldi producereket, alkotókat, hogyha esetleg ide jönnek Magyarországra filmet gyártani, akkor meg kell környékezni őket. Renkéteket kell teperni érte, és hát ugye a kapcsolatrendszert is ki kell építeni hozzá. Nem árt, hogyha ismersz néhány fontos külföldi producert, alkotót, bárkit. És hát olyan filmet is kell csinálni, az is egy jó út, hogyha csinálsz egy olyan filmet, amit nemzetközileg felkapnak, mondjuk fesztiválokra eljut, bemutatják, látják ott a szakértők, olyan emberek, akik esetleg szintén rendelkeznek kapcsolati tőkével, és esetleg be tudnak ajánlani téged. És hogy kit látunk, esetleg esélyesnek. Hát az van, hogy egyébként még az se garancia egyébként, hogyha kép tudod próbálni magad, hogy utána megrövetsz, mert Antal Nimród azért rendezett pár filmet kint. Jó, oké, de azért most érted, legutóbb Stranger Things epizódokat csinált, ami azért egy elég jó kinéző dolog a pedigrén. Nem csak hát a mozis. Mozis, ugye a Ragadozók volt, ami... És szerinted egy Ragadozók című film az erősebb dolog, mint mondjuk egy Stranger Things epizód? Hát ma már jó kérdés. Nem kell most már lesajnálni szerintem a tévés dolgokat. Mert ugye ott van, nekem az egyik kedvenc új hullámos rendezőm az a Dan Trachtenberg, aki ugye a Prédát rendezte meg előtte a második Cloverfield filmen, és ő is csinált közben tévésorozat epizódokat. Ja, nem lesajnásképp, csak hogy ha már hollywoodi nagyokról beszélünk, ugye, bár az Scorsese is rendezett már ugye streamingre, úgyhogy... Meg videóklippet, meg reklámfilmet, ja. meg TikTok videókba szerepel a lánya, közösen azok nagyon cuki. Ja. Na, és hogy kit látnánk szívesen, hogy kire látunk esélyt, hogy befuthatna? Hát mondjuk például Reisz Gábor, akinek ugye mind a három filmje egy ilyen nagy sleeper hit lett Magyarországon, és ugye a harmadik filmjét pedig meg nemzetközi fesztiválokon díjazták. Ő például simán csinálhatna hasonló stílusú független filmeket, amik egész generációkat megszólíthatnának, vagy pedig Madarász Isti, akinek iszonyú kreatív vizuális ötletei vannak. Mondtam volna. Igen, neki nagyon a filmjének a látványvilága az egészen különleges. Meg ő egy olyan értő rajongó, tehát nem csak rajong a filmekért, hanem tudja is, hogy mitől döglenek. Sziasztok, lehet tudni valamit a Tomb Raider szériáról, illetve hogyha készül új rész, akkor az mikorra várható? Hogy ne lehetne tudni, ugye nem olyan rég jelentették be, hogy Unreal Engine 5-tel készül az új felvonás, méghozzá ugyanaz a Crystal Dynamics fog dolgozni rajta, akik a legutolsó trilógiát készítették, és ha a pletykáknak lehet hinni, akkor egy idősebb Lara Croft lesz benne, aki már nem eltulajdonítja a különböző erekéket, hanem próbálja megvédeni a rossz emberek. De azért nem járó kerettem. Nem, valószínűleg nem, valószínűleg azért még mindig elég keményen osztja majd a pofonokat, meg lövöldözik, de általában lesznek segítői is ebben. Ezek még csak pletykák, ugye hivatalosan még csak a bejelentés történt meg, valószínűleg azért még pár évet várni kell. Sziasztok! Véleményetek szerint, hogy van az, hogy bizonyos sorozatok a megjelenés után elöntik az internetet mindenféle módon, aztán mégis megbuknak nézettségileg? Hát, hogyha az alkotók ismernék a siker receptjét, a tökéletes receptjét, akkor csak siker sorozatok meg filmek készülnének, de senki nem tudja megmondani előre, hogy milyen sorozatból vagy filmből lesz siker. Vegyük például a Cowboy Bebopot, egy kultikus anime alapján készült, amit
nem tudom hány éve ezelőtt csináltak, és azóta is folyamatosan generációk nézik egymás után, újra meg újra, csináltak belőle sorozatot, jó nagy bukta lett. Aztán utána a One Piece-ből is csináltak egy sorozatot, ami hatalmas szintén egy kultikus animéből készült, és gigantikus siker. És a Netflixnél egyszerűen nem tudják, hogy akkor az egyik miért lett siker, a másik miért nem. Ugye most jön majd az Avatar, az léghajlító, az új utolsó léghajlítónak az élőszereplős változata, arról se lehet megmondani, hogy most akkor siker lesz. Azt tudjuk, hogy lehet, hogy nem lesz rossz, és hogy méreg drága lesz. De ugyanúgy mondhatnánk filmes példákat is. Ugye a Mission Impossible-nak a hetedik részétől mindenki csodát várt, főleg a hatodik résznek a sikerét követően is. Jó is lett a film, rengeteget lehetett róla hallani, a halaszgatások, meg a forgatási dolgok miatt. Az előzetesek is nagyon jók voltak. De bukta lett a film, mert rosszkor mutatták be, rossz időben, és utána jött a Barbenheimer. Ott meg ugye ott van az Oppenheimer, akitől senki nem várta volna, hogy közel milliárdos bevételt hoz, úgyhogy nem lehet megmondani egyszerűen. Vannak dolgok, amire így a közvélemény, így a publikum így rákattan, és hogyha így valahogy így átfordul népszerűségben ez a dolog, akkor onnantól kezdve muszáj megnézned, muszáj megismerned, mert különben kimaradsz a jóból. Az lehetséges, hogy azért készítenek ennyi remake-et vagy remastered játékot, hogy újra felelvenítsék a régi játékokat, hogy azok is megismerjék, akiknek kimaradt, és ha újra sikeres, onnan folytatják, ahol abba hagyták a franchise-t. Igen, egyébként nagyon sokszor ezekkel a remake meg remaster kiadások egy fölmérik az igényeket, ugye ilyen szempontból a remasterek egyszerűbb dolgok, mert ugye a remake-nél általában az alapjaitól újjáépítik ezeket, a remastereknél meg kicsit kipofozzák, meg hogy a modern konzolokon is mondjuk elfussanak, és igen, ezek ilyen kicsit ilyen igényfelmérő jelleggel, hogyha rácuppannak, van elég nosztalgia, az újakat is képes behúzni, akkor bizony jöhet a következő teljes értékű rész. Szóval a válasz igen, simán csinálnak ilyen. Meg azért tök jó, hogy így akkor nem vesznek el, nem tűnnek el játékok, hogyha új generációs konzolokra is kiadják őket. Így van, ez a másik haszna. Élőszereplős vagy animációs lesz az Zelda film? Mikor a várható egyáltalán? Az, hogy mikor jön, azt még nem lehet tudni, az viszont biztos, hogy élőszereplős lesz, és Dwayne Johnson fogja játszani benne Linket. Nekem is tök jó lenne. Nem állna jó neki. Formabontó lenne, az biztos, de nem, biztos, a Nintendo-t ismerve. Kis fiatal színészt fognak oda megtenni főszerepnek, lehet, hogy valamilyen ismeretlen új arc fogja játszani. Azt tudja, hogy Wes Ball rendezi, aki ugye az Útvesztő trilógiát dirigálta, illetve majd a 2024-ben érkező új Majmobolygója filmet is ő rendezte. Derek Connolly írja a forgatókönyvet, aki Jurassic World filmeken dolgozott ideig, úgyhogy vannak fenntartásaink. Viszont ugye Shigeru Miyamoto lesz az egyik producere, úgyhogy azért tűzközeli produkcióról lesz szó, mi nagyon várjuk. Igen, és hát a Nintendo nagyon szigorú az ilyen dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy reméljük azért nem minden helye lesz. A hét tényleges kérdését M. Balázs 4929 tette fel, aki az iránt érdeklődött, hogy szerintünk az új Grand Theft Auto sikerben fel fog-e érni a GTA 5-höz, illetve hogy az új játék a GTA 6 nevet fogja elviselni. Hát kezdjük a könnyebbel, hogy a GTA 6 nevet fogja elviselni, ez jó kérdés, hogy először a Rockstar eddig mindenhol került azt, hogy leírja, hogy GTA 6, mindig csak ilyen Next Grand Theft Auto gameként hivatkoznak rá. Nagyon reméljük, hogy ez nem valami trükk arra, hogy egy előző GTA játéknak a remake-ét így hirtelen bedobják. Igen, majd december elején. De persze egyébként sokan arra is lecsapnának, félreértés ne essék, mert egy jó remake, egy jó GTA-ból az... Meg egy jó remastered, mint ami a legutóbb? Na jó, az más kérdés, de hát nagyon reméljük, hogy a GTA 6-ról van szó. Persze lehet, hogy valami kap valami hangzatosabb alcímet, bár szerintem a GTA 6-nál ma már kevés dolog hangzik jobban. Igen. Azt hiszem, és hogy föl fog-e nőni vajon a GTA 5-höz? Hát sikerben az nagyon nagy kérdés, mert pont friss hír, hogy már 190 millió példányt adtak el a GTA 5-ből, a legutolsó negyed évben 5 milliót, ami azt jelenti, hogy a frissen megjelent Spider-Man 2 tud ilyen eredményeket felhozni, és pedig a GTA 5 az egy 10 éves játék. Jó, de már mindenhol 1000 éve akciózzák, tehát ilyen nagyon olcsón tudod nyilván, hogy ez most már nem teljes ára vonatkozik, de döbbenetes, hogy más játék bármikor aláírna egy 5 milliós eladást, ő meg a 10 évvel a megjelenése után egyetlen negyed év alatt 5 millió példányt eladnak. Jó, én nem vitatom el a sikerét, de azért mégis ott van az, hogy mondjuk 5 millió példányt eladnak egy játékból 6000 forintos áron, vagy pedig a megjelenés havában mondjuk 50 milliót eladnak egy
egy 28 ezer forintba kerülő játékból melyiket választanál? Nyilván. És utána azért... valószínűleg az is azért gyűjtögetni. Nyilván, nyilván, de azért a 190 milliós eladás az minden esetre tiszteltet parancsoló. Abszolút. Ezt a sikert megugrani a GTA 6-nak iszonyú nehéz lesz, de azért a Rockstar van olyan csapat, akik ugye olyan játékokat raknak le, amire azért elég rá szokott kaptani a közönség. A Red Dead Redemption 2 is iszonyatos siker lett. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy valami olyan minőséget, vagy olyan játékot kapunk, amilyet eddig még nem láttunk. És ugye ezt ígérte a Take-Two-nak a vezérigazgatója is, hogy elmondta, hogy ugye ő a GTA játékoknak kiadója, és elmondta a Strauss-Zelnick, hogy hát az a helyzet, hogy tudják, hogy óriási a nyomás, és mindenki azt várja, hogy valami olyan játékot rakjanak le, ami mindenki leteszi a haját, és hát rajta vannak a rockstáros srácok. Egyébként én nem várok olyan világ megváltó dolgot. Szerintem, mivel azóta már kijött egy új generáció, egy új konzol generáció, meg a PC-k is rengeteget fejlődtek, már önmagában az elegendő lenne, hogyha grafikailag viszonyatosan megtolnák a játékoknak a kinézetét, meg a mesterséges intelligencián is rengeteget fejlesztenének, mert már az egy teljesen új élmény lenne. Magán a játékmeneten, a játékstílusán, meg az egész világon nem sokat változtatnénk. Emellé kell, csak egy jó sztori kell, meg jó karakterek kellenek, idézőjelben, hogy csak ennyire van szükség, de valami formabontó, orbitális nagy újdonságra nem számítanék egyébként. Hát a nagy kérdés egyébként a minőség szempontjából, hogy a Rockstart azért az utóbbi években nagyon sokan otthagyták, nagyon magas rangú, vagy nagyon magas pozícióban is, tehát olyanok, akik mondjuk a GTA 5 meg a korábbi GTA-knak a sztoriáért feleltek. Szóval a nagy kérdés, hogy őket hogy sikerült pótolni, és hát ez az óriási hype, ami körülveszi, az, de nyilván a GTA 5 esetén is már elképesztő várakozás előzte meg a játékot, szóval ehhez szerintem már hozzászoktak a rockstárosok. Ami eddig kiszivárgott, az alapján igazad lesz olyan szempontból, hogy olyan nagyon-nagyon nem változik a GTA receptje. Most ugye az lesz valószínűleg, ha hihetünk a szivárgásoknak, amit ugye a Rockstar elismert, hogy azok tényleg olyanok voltak, csak korai buildek, korai ötletek, meg korai koncepciók, hogy egy ilyen Bonnie és Clyde-szerű sztori, egy irányítható főhős nő is lesz, meg egy főhősünk, és egy ilyen rablós, ilyen utazós sztori lesz benne. Nagyon kíváncsiak vagyunk, nem is kell elvileg már túl sokat várni arra, hogy megtudjuk, hogy nagyjából miről fog szólni a következő GTA, ugyanis december elejére ígérték az első trélert, hogy ez most egy ilyen teaser lesz, vagy egy rendes tréler, az még jó kérdés. Ugye a legoptimistább beszélések is azt mondják, hogy valamikor a jövő év végén, de inkább majd 2025 elején jelenhet meg a következő GTA, de ezek a legoptimistább beszélések, aztán ki tudja, hogy a Rockstar mit tervez. Úgyhogy hamarosan kiderül, és valószínűleg az első trailerből azért már tudunk majd egy-két következtetést levonni majd. Egyébként mondtad azt, hogy egy utazó sztori lesz, úgy lehetne igazából tök jó megreformálni az egészet, hogyha tényleg egy road movie történetét mesélni el, így folyamatosan haladnál, nem egy városban, egyetlen egy nagy térképen játszódna az egész, hanem szépen mennél egyenesen, és akkor különböző kisebb, nagyobb településeken, más és más jellegű helyeken zajlana a történet, és ott kellene mindenféle akciókat végrehajtani. Voltak erre vonatkozó pletykák, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez végigmennének egész Amerikán. Na, az formabontó, meg ez egy elég húzós, tökös húzás lenne. Hát igen, de azt azért meg is kell tölteni úgy játékkal, hogy az izgalmas is legyen. Úgyhogy mi nagyon-nagyon várjuk a következő GTA-t, de nektek mik a benyomásaitok eddig, meg mit vártok tőle, nyugodtan írjátok meg nekünk kommentben, mert tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk. Balázsnak köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot is küldünk neki az Agents-ök felajánlásával. Ez ugyan nem GTA, de Assassin's Creed, ami szintén hasonlóan népszerű széria, úgyhogy ebből kortyolgathatod majd elégedetten a, nem tudom, kakaót, teát, kávét, amit szeretnél. Az Agent Shopra pedig feltétlenül... Ellenségeid vérét. Vagy azt. Az Agent Shopra pedig feltétlenül nézzetek föl, ugyanis sosincs elég korán elkezdeni a karácsonyi bevásárlást mondjuk, és hát rengeteg geek cuccunk van, csomó újdonsággal, úgyhogy csekkoljátok. És továbbra is várjuk a kérdéseket ez alá a videó alá a 7 kérdése hashtaggel, próbáljuk őket megválaszolni a jövő héten, az eddigieket pedig köszönjük. Hamarosan pedig újra találkozunk, addig is. Sziasztok!